Szép jó estét kívánok, köszöntöm agrárturisztikai magazinunk nézőit. A megújult Börgöndi Horgászcentrumban már is felpesdült az élet. A hétvégén a görbülőbot szerelmesei vették birtokba a tavakat. Megújult a szebb napokat látott börgöndpusztai halastórendszer. A náddal borított vízes élőhelyek látványa már a múlté, ma pedig egy nagyszabású horgászverseny keretében birtokba is vehették a görbülőbot szerelmesei. Ez a horgászparadicsom valóban paradicsom lett, hála Istennek Hajdú Sándornak. Azt hiszem, hogy jó itt képviselőként is körülnézni. Nagyon szeretek, hát nem titok, hogy én Börgöndre nagyon-nagyon szeretek kijönni. Maga Börgönd pusztának a környezeti, természeti adottsága olyan, hogy egy kis paradicsom. És itt illetve ékszerdoboz, és ebbe az ékszerdobozba a paradicsomi rész most ez a horgásztól lett. Mert valóban csak körbe kell nézni, és hogy hallom a tulajdonostól, hogy a helybéliek is nagyon felfedezték, illetve szeretik. Kijárnak esti beszélgetések, egy pohár sor, egy kis halászlé elfogyasztása, beszélgetés. Tehát eddig is nagyon jó közösség volt, és ez még jobban formálja, összefogja őket. De nem valóban úgy van, hát most is körbe kell nézni, most csak a versenyzők lehetnek itt, mert a horgászok, akik csak keftelésből, őket most egy kicsit kizárták, addig még ugye ez a bajnokság lezárul, és utána jöhetnek ők is, de meg kell nézni, hát most is mennyien vannak versenyben is ebbe a kis tóba, holott most nyitotta meg kapuit. No, akkor áruljunk el a titkot, ha nem titok, azért hadd kérdezzem meg, hogy képviselőasszony szereti a halat? Én nem gyakran, de szeretem. Néha Balatonra lemegyek, akkor egy sült keszeg, ha bár az már nagyon ritka, inkább mást adnak helyette, akkor egy jó halászlé, de minden, hogy mondjam, havi étkezésemben nincs benne a hal. Ez ilyen alkalomszerű nálam, de szeretem attól függetlenül. Az újjávarázsolt horgászcentrumban kikotorták a tavakat, így igazi horgászparadicsom várja a természetes vizek és végtelen nyugalom szerelmeseit. Elkészült a partvédelem, fákat ültettek, beállókat, stégeket építettek. Jó ezt látni, én azt hiszem, hogy a befektetett munka mindenképpen megtérült, gyönyörű a tájék. Azért ismételjük meg, mert hogy nem csak azért, mert ismétlés a tudás atya. Én szerencsém volt látni, hogy honnét indult és meddig jutottatok. Beszéljünk az elejéről. Amikor te kitaláltad, hogy ebből egy vízi paradicsomot varázsolsz, akkor az tudni való volt, hogy nagyon sok munka kell hozzá. Hogy fogtál hozzá, hiszen ez újdonság volt neked is? Hát igen, ez egy nagyon merész vállalkozás. Nekem egészen más profilű vállalkozásom voltak egész idáig. És mindig is szerelmesebb voltam a horgászatnak, és hogy tavaly ide költöztünk a párommal, lejöttünk ide a tóra, megnéztük, és mondtuk azt, hogy miért ne próbálnánk meg. Itt van egy elhanyagolt tó, próbáljunk meg belőle csodát csinálni, és szerencsére sikerült, bejött, és most ez lett belőle, ami most látható jelen pillanatban. Mi mindent kellett tenni azért, hogy ez most tényleg ilyen legyen? Hát ott kezdődött, hogy teljesen ki kellett kotorni a tónak az alját, tele volt náddal, iszappal, a partfal védelmet megcsináltuk, fóliáztuk, kövekkel raktuk körbe, stégeket építettünk, a büfét építettünk, vizes blokkokat építettünk, szóval nagyon nagy beruházás volt, de én úgy érzem, hogy megérte és nem bántam meg. A tónak a lényeg azért mégiscsak a horgász és a hal. Hogyan sikerült betelepíteni, hiszen amennyire tudom, nagyon sok halat kellett telepíteni ahhoz, hogy ideális legyen. Hát igen, ez 2x1 hektáros tó, mindegyikben több mint 3 tonna hal van. Ez rengeteg, szóval ezt nem is lehetne ennyi hal egy ilyen tóba, de mi úgy vagyunk vele, hogy aki idejön, az érezze jól magát, és itt élmények nélkül, fogás nélkül senki ne se menjen el. A millió érdemes körülnézni, hiszen csodálatosan néz ki, és ennek megfelelően megvannak a tervek is ahhoz, hogy egyre többen látogassanak ide. Hát igen, még próbáljuk azért a létesítményt még bővíteni, lesznek még más beruházások itt is a környéken. Elkezdtük már a faházoknak is a telepítését, már jelen pillanatban 3 faházunk, ami már működik, ki lehet venni, és még a továbbiakban is
telepítünk különféle halfajtákat, most jelen pillanatban ponty, tok és afrikai harcsa van a tavakban némi keszeggel, és az össze fognak érkezni a süllők, csukák, amúrok és compok. Beszéljünk erről a versenyről, hiszen ez az első nagy megmérettetés, elég sokan vannak, és látom, hogy azért van fogás is bőven. Igen, ez az első hagyományteremtő versenyünk. Nagyon bízom benne, hogy sokan látni fogják, és szájról szájról megy, és minél többen fognak ellátogatni hozzánk. A jelenlévők nagyon jól érzik magukat, körbejártam mindenkit, már majdnem mindenki már fogott halat. Most az első fordulón járunk, 2x4 órás forduló van, de van, aki már több mint 40 kilónál jár, sőt 50-nél. Milyen terveid vannak a jövőre nézve, azon felül, hogy a telepítésről már nyilván beszéltél? Hát ezt a tavakat, ezeket hosszú távra terveztem, én innen szeretnék nyugdíjba menni majd. Még tervben vannak véve még apartmanok építése. Nagy álmom, hogy van még egy hektáros terület, ahol szeretnék majd egy kocsolyapályát majd építeni a későbbiekbe, és még itt egy 120 férjes sörözőt majd mi nyitunk ősszel. Az idilli környezetben nem csalódhatott a horgásztársadalom. Az iszaptalanított medrekben nagyszámú nemes halat telepítettek a már meglevő ponty, tok, harcsa mellé, így nem csoda, hogy a profik számára ideális a helyszín. Hogy kezdődött? Hogy kezdett el horgászni? Egy kicsit arról beszéljünk. Igazából édesapámmal kezdtem el horgászni úgy 5 évesen, és azóta is horgászok. Milyen ez a víz, hiszen látjuk, hogy nagyon sok halat fogott már. Rengeteg hal van benne, nagyon jó a vízminősége. Igazából a ökoszisztéma nagyon jól kialakult, hogy egész egyszerű benne halat fogni, a megfelelő csalikál hozzá. Így van, mert azt mondják, hogy a horgásznak a horgász szerencse az mulandó, viszont a szakmai tudás megmarad. Hogy tanulta meg? Édesapámtól tanultam, videókat néztem, barátoktól, ismerősektől, igazából ennyi. Ez egy állandó szenvedély, tehát jár folyamatosan horgászni? Állandó szenvedély, igen. Nagyjából az országban mindenhol járok horgászni. A tónyító ünnepségre szerte Magyarországról érkeztek versenyzők, akik családi körben próbáltak szerencsét. Megérte eljönni Pestről. Sándor elárult egy titkot, hogy egy nappal vagy a műtét előtt, és mégis itt vagy. Ennyire szenvedélyes horgász vagy? Abszolút szenvedélyes horgász vagyok, az életem, mondhatnám azt is. Aztán most jön egy kis pihenő, de majd szeptemberben újra folytatjuk. Mikor kezdődött ez a szenvedély? Hát kb. 18-19 éve. 8 év masszív versenyzés, és most kezdem újra talán. Mi minden kell a hétköznapokon ahhoz, hogy egy ilyen versenyen, ami ünnep, meg egyáltalán minden nap ünnep, amikor valaki horgászbotot fog kezébe, hogy ilyen elhivatottsággal teszi, hogy tényleg ünnep lehessen. Tehát milyen a jó horgász? Hát igazából erre nincsen válasz. Tehát kinek micsoda? Tehát én kijövök, jól érzem magam akkor is, hogyha nem fog halat, de valaki csak akkor érzi jól magát, hogyha sok halat fog. Ezen múlik, uram. Tehát ez a filozófia is vonzó. Szeretni kell a természetet? Abszolút, persze. Ez egy természetközeli sport. Ezt szeretni kell, ennyi. Mondtad, hogy nagyon sokat horgászol is régóta. Milyen helyeken jártál? És ahhoz képest milyen ez a víz? Bejártam egész Magyarországot, amikor versenyeztem. Ez még egy új víz. Ismeretlen még számomra. Ismerkedek a helyen. De egyébként egy abszolút pozitívan tölt el ez az egész. Most egy tokhalat fogtál, de egyáltalán mire horgászol mindegy? A fő halam az a harcsa, ettől függetlenül a tok ugyanúgy felveszi azt a csalit, amit a harcsa. A köznyelv úgy tartja a horgászat férfias szabadidős tevékenység, nos ez Börgön pusztán is megcáfoltatott. Mindenhol bizonyítani kell egy nőnek. Ott mikor kezdte a horgászatot? Hát nem régen, egy éve. Ki inspirálta arra, hiszen a férje is horgász, jó gondolom, hogy ő? Meg a gyerekem, mind a ketten. Hogy kezdődött az egész történet? Tehát egy hölgy vett egy botot. Hogy tanulta meg a horgászat alapjait? Hát nem vettem botot, hanem kaptam a fiúktól, férjemtől és a fiamtól, és ők tanítottak meg. Az, hogy nagyon messze jutott, azt tudjuk itt akár a horgásznaplókból is. De mi a jó a horgászatban? Fogalmazza meg nekünk. Kikapcsolódás, nyugalom, és ennyi. Azt tudjuk, hogy a férje is horgász, vetélkednek néha? Nem, segítünk egymásnak. Ki az eredményesebb itt, és milyen ez a víz? Beszéljünk arról, hiszen ez egy új hely.
Igazából én meg vagyok vele elégedve, ugyanúgy a család összes tagja, meg itt, ahogy beszélgettünk a többi horgásszal szintén, hal bőségesen van, tehát nem unatkozunk. Ma milyen volt ez a mai nap eddig? Én ma nem horgászom, csak a férjem. Hát neki olyan közepes eredménnyel zárult. Eddig reméljük, hogy délutánra jobb lesz. Vannak a horgászparadicsom partján is eleve elrendelések. Kalmár Balázs Máté például már gyermekkorától vízparti karrierre vágyott. Milyen egy horgászpályafutás? Te hogy kezdted? Hát én gyerekkoromban kezdtem horgászni. 9 éves koromban körülbelül. És hát azóta megszállott lettem. Amikor beneveztél erre a versenyre itt a Börgönpusztán, mit gondoltál, milyen ez a víz? Most járok itt először, jókat olvastam róla az interneten, és tetszik egyelőre. De azt hiszem, hogy az előbb láttuk, hogy már is fogtál, illetve hát már 50 kiló felett jársz. De most ennek tükrében? Még szuperebb a víz. Milyen szerelékkel horgászol? Mi a titok? Fenekedő szerelékkel horgászok, úgynevezett metód módszerrel. Igazából ennyi. Jó etetőanyag kell, jó csali. A pároddal együtt vagy itt, az sem titok. Ő is szerelmes a horgászatban rajtad kívül? Igen, most ismerkedik a horgászattal, úgy komolyabban, és szereti ő is csinálni. A kétnapos megmérettetés csak nem 50 résztvevője Csukás István után szabadon elénekelhette volna a legendás dalt, ha itt a nyár ugye komám a szív a víznek szalutál, és vígan lépked akár a tornász, így megy a nagy ho-ho-ho horgász. Mé plusz ész, egyenlő méhész tartja a mondás. Szükség is volt a gondoskodásra és a gondolkodásra, hiszen nehéz feladat vár a méhész társadalomra. Az agrárgazdaságban dolgozókat az idei év rendkívüli szélsőséges időjárása alaposan megviselte. A méhészetek hogy vészelték át, hiszen azért itt is egy értékes, illetve időjárás függő állományról van szó. Ha valamit, akkor a méhészetet is befolyásolja a szélsőséges időjárás. Ugye az elmúlt tél februárban nagy hidegeket hozott. A tavasz először március szárazsággal indult, áprilisban, április 25-e környékén nagy fagyok voltak, és gyakorlatilag az utóbbi 2-3 hétig szárazság volt, aszály volt, utána megjött a 70-80 mm eső, csapadék, ami egy kicsit segített a méhészeken, bár egy-két helyen, ahol jégesővel, viharral jött, ott azért helyi károkat is okozott. Ennek tükrében milyen volt az idei szezon? Hiszen azt tudjuk, hogy azért a méhésztársadalom általában mindig mindent megtesz, hogy enyhítse a károkat. Télen elég jelentős méhpusztulások voltak. Az áttelelt méhcsaládok megpróbáltak ennek a szélsőséges időjárás ellenére is ugye megerősödni. Ha más nem tudott csinálni a méhész, akkor összerakta a méhcsaládokat. Hát három méhcsaládból csinált két erős méhcsaládot. Ezek a termelő méhcsaládok egy jó közepes termést hoztak az idén. A repce az egy gyenge közepes volt, az akác bár országosan viszonylag jól mézelt, de elsősorban Baranya Tolna megyében az akác eleje az, amelyik viszonylag nagy mennyiségű nektárt tudtak gyűjteni a méhek. Itt a Közép-Akácon Fejér megyében egy közepes termést hozott, ami Fejér megyének a sajátossága, hogy a napraforgó itt nagyon jó termőtalajt és területet. Még egyszer. Tehát itt Fejér megyében a napraforgó nagyon jól érzi magát, a magas aranykorona értékű földeken mézel is. Ugye az országban ez mindenhol nem mondható el, a homokon például nem mézel a napraforgó. Fejérben az akác helyére lépett már a napraforgó. A napraforgó adja a főhordást, az idén is talán ebből a nektárból gyűjtöttek a méhek a legtöbbet. Fontos kérdés, ugye számtalanszor szóba kerül minden találkozón egy külön téma, hogy rendkívül sok méhész van, és egyre kisebb a terület. Sikerül-e erre megoldást találni? Talán kevesen tudják, de a méh családnak ahhoz, hogy egyáltalán fönn tudja tartani magát, és egy deka elvehető mézet se
termel, 60-80 kg nektárra és 20-30 kg virágporra van szüksége egy évben. Ha minél több méhcsaládot tartunk ugyanazon a mélegelőn, a méhcsaládok élik fel azt a nektármennyiséget, azt a virágpor mennyiséget, amennyit tud adni a mélegelő. Tehát egy észszerű határok között kell tartani a méhcsaládok számát, így nektárt is tudnak gyűjteni, elvehető mézmennyiséget is tudnak termelni, és a gazdaságosságot is így lehet növelni. Tehát ez a megoldás, viszont megoldható ez? Saját magát kéne a méhésztársadalomnak szabályozni. Még egy kicsit érni kell ehhez, hogy ezt meg tudjuk oldani. No, hát azt hiszem, hogy a szezon nehezen indult, mondták a méhészek. Most hol tartunk? Milyen eredményekről tud beszámolni? Hát a szezon tényleg valóban nehezen indul, de igaziból nem a mostani hideg téltette be a negatívumokat, hanem az előző éveknek a meleg enyhetele. Tehát akkor annyira feldúsult az atkalétszám, és ősszel a méhcsaládok gyengén mentek telelőbe, és ez a hideg tél pedig hatalmas pusztítást okozott be. Országosan olyan 30-40%-os méhpusztulás volt, tehát meg gyengénben is indultak a családok, hűvös volt a tavasz, a repcevirág hosszan virágzott, vagy másfél hónapig virágzott, mert ebből különben egy 3-4 napot tudtak igaziból gyűjteni a méhek. Ha arról beszélünk, hogy a mélegelők milyen minőségűek voltak, illetve arányosak voltak-e a méhcsaládokhoz, akkor mit mondaná? Hát sajnos három fő mélegelő van, a repce, napraforgó és az akác, azon kívül telítettség van Magyarországon, tehát mélegelő hiány van. Ez a három fő növénynél van, amikor még úgy, ahogy el vannak a méhek. Mit hozhat a jövő? Hiszen egyre többen választják a méhészkedést. Igen, mint az Egyesület elnöke tapasztalom, hogy egyre többen, de ugyanakkor morzsolódnak is le folyamatosan. Tehát sokan belevágnak azt, hogy könnyű a méhészkedés, hogy csak behordják a méhek és el kell szedni a mézet, de nem így van. Tehát nagyon sok költséggel is jár, meg nagyon sok munkával is odafigyeléssel, és látom, hogy morzsolódnak le. Tehát minden évben szinte majdnem ugyanannyian morzsolódnak le, mint ahányan elkezdik, belevágnak a méhészetbe. A nemzetközi méhész találkozón elhangzott, hogy mindent megtesz hazánk azért, hogy a magyar méz elfoglalja a méltó helyét, rangját. Hol tartunk ebben? Hát majdnem csak sehol. Tehát a méz árak lefele mennek. Tehát itt most például kezdődött a 1300 forint az akác, most már úgy mondják, hogy 1000 forintot akarnak adni nagybani felvásárlásra, tehát egyre jobban megy le. Most látják, hogy jó lett a napraforgó termés, itt is már egész alacsony árakat beszélnek. Tehát 650-700 forintot beszélnek. Miben reménykednek? Hát ez a napraforgó azért ez most jó volt a méheknek a fejlődéséhez is, meg hát a méhészek a bevételéhez is jó volt, mert viszonylag jó hordás volt, akiknek megfelelő családjaik voltak, tehát mindenhol 20 kg fölött tudtak behordani a méhek. Hát ebben reménykedünk, hogy ez egy kicsikét megadja a következő évnek az alapjait, tehát a anyagilag. Folytatódott legfontosabb kenyérgabonánk a búza aratása. Rovatunk állandó vendége és szakértője Szabó Gábor, az Aranybulla ZRT növénytermesztési ágazat vezetője számol be a helyzetről. Folytatódik az aratás. Hát az időjárás nem volt kegyes ebben az esztendőben, ennek tükrében milyen a minőség, mennyiség, esés szám? Hát sajnos az időjárás valóban nem volt kedvező, ezt a tavaszi aszályos időszakra értem. Tehát itt a búzának az elvirágzás után a fejlődése szinte leállt, lelassult, és így a szemek sokkal apróbbak. Mondhatjuk, hogy néhány helyen megsült szemekkel találkozunk. Ennek folytán a hektoliter súlyok gyengék, így a minősége is, a beltartalma is gyengébb lesz. A beltartalmat azt még nem tudjuk egyelőre, már vittünk be mintákat, aminek várjuk az eredményét vissza, de én úgy látom, hogy beltartalmilag is fehérje és sikér is gyengébb lesz az előző évekhez képest. Hogy állunk a hektáronkénti átlaggal? Hát az átlag az eddig levágottak alapján olyan 5 tonna környékén mozog, voltak 5-től feljebb is, amit vágtunk, de nyilván lejjebb is, tehát ez nagyon a domborzattól vagy a dombságtól függően, ahol a csapadékot még tudta tartani a talaj, ott jobban tellettek a szemek, ott ez megmutatkozik az átlagtermésen is, de bizony, ahol dombon volt a búza, ott sajnos egész
egész gyenge eredmények is születtek. Mennyi lesz az ár? Nézzük a tőzsdét, nem nagyon mozognak most az árak, de mintha a tavalyihoz képest kevesebb lenne. Igen, úgy néz ki, hogy sajnos az is kevesebb, tehát valójában mind a két oldalról sújtódnak a gazdák, ha így rossz magyarsággal kifejezhetem. Úgy néz ki pillanatnyilag, de én úgy érzem, hogy ha még a tőzsdén nem is, de érdeklődésben mozgás van a búzapiacon, tehát a vevők érdeklődnek az áru után, jönnek, mintát vesznek, elviszik, tehát úgy látom, hogy mozog a piac, mozogni fog, hát pillanatnyilag még valóban lent van az ár. Ez árban mit jelent pontosan, összegszerűen? Hát nem nagyon pontos összeget tudok mondani, de ilyen 4200 forint a mázsa ár körülbelül most a piacon. Az elmúlt heti ítéletidő megviselte itt Fejér megyében is jól a búzát. Mennyi az, amivel most már nem számolhatunk? Hát végeredményben számolni azért tudunk vele, tehát betakarítható lesz, csak sokkal nehezebben, sokkal lassabban fognak azon a területen dolgozni a kombájnok, ahol a vihar megfektette, lefeküdte a búza. Most már az elmúlt időszakban ugye nem volt eső, így kiszáradt a szalma is és a szem is, tehát a következő lépés az lesz, hogy ezeken a területeken megpróbáljuk összeszedni, ami most már takarmányminőség lesz, az biztos, és én azt gondolom, hogy hát valamennyi veté vagy betakarítási kieséssel számolhatunk, de hát pillanatnyilag ezt még nem tudom, hogy mennyi. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!